Na, szevasztok, srácok! Üdvözöllek benneteket egy újabb Tikédi gyors kódok videóban, vagyis újabb programozós videóban, amiben most egy csillagmezőt fogunk leprogramozni, és egy elnézést kérek, egy kicsit berekedt a hangom. Szóval, egy csillagmezőt fogunk leprogramozni, amit igazából a űrben játszódó űrhajós shmup játékokban lehet használni, ilyen mozgó háttérnek, parallax háttérnek, ugyanis ez, amit mi most csinálni fogunk, ez három rétegű lesz. Három különböző réteget, különböző színnel jelenítünk meg, és különböző sebességgel fogunk mozgatni a kijelzőn. Hogy ezt meglássátok minél hamarabb, hogy hogy is fog kinézni, gyorsan beiktatom itt a dolgokat. Azt hittem, hogy lenémítottam valamit, mert még nem kattintottam be ide. Szóval Stars tömböt hozunk létre a függvényeknek, teljesen üresen, mint az előbbi programban. Nagyjából ugyanaz a megoldás, csak a mozgatása az objektumoknak lesz egy kicsit más, szóval ismét objektum orientált a dolog. Akkor Number, ami 170 volt nekem teszteléskor, és tökéletesen be is vált, valamint kell ugye a init függvényünk, ami hamis kezdeti értéket kap. A funkcióinkból pedig kell az alapting tick funkció, ezt lezárjuk. A másik funkcióból pedig kezdetnek mondjuk a sinit, ami az én gondolkodásomban annyit tesz, hogy star init, és igazából azért nevezem el így őket, hogy ne zavarodjon össze a függvényekkel, tehát mindennek szinte külön nevet adok, meg az én elmémmel igazából minél rövidebb névvel van ellátva egy függvény, annál könnyebb beiktatni a program sorok közé, hogyha később fel akarjuk használni valaminek a működtetésére, úgyhogy szerintem ti is igyekezzetek arra, hogy a függvényektől kezdve a funkciók nevén át minden rövid legyen. Oké, szóval sinit. Sinitbe kell a szokásos for loop, amiben beiktatunk egy egyes sellellátó countert, és a number függvényre állítjuk rá, majd do, és lezárjuk a for loopot. Oké, eddig minden sima, ugye? És most jön az, amikor be kell iktatnunk a stars tömbbe a függvényeinket annyiszor, ahány objektumot akarunk ugye csinálni. Ezt majd le is tesztelem, hogyha meg lesz. Szóval stars, közben figyelek, nehogy elírjam, stars, adunk hozzá egy x-et, ami egyenlő random pozícióval, és map.random 1 és 232 között, mivel 232 széles a kijelzőnk, de egyébként erre mutatok gyorsan egy trükköt, hogy hogy lehet kideríteni, ha nem tudjátok. Print, beírjátok a térképnek az itteni szélességét, amit ha ceruzára váltatok, akkor mutat 29x 16y. Oké. Ugye ezek tile koordináták, szóval ebből ki kell matekoznunk, hogy mennyi a valódi pixel koordináta, vagyis 29 szorozva 8-al és pixel, és a tile-oknak a pixel koordinátáival, és ezt megjelenítjük mondjuk 8-ason és 2-es színnel, valamint ide beiktatok egy clear screen-t, hogy ne zavarodjon össze az egész. Futtassuk le, tehát 232 széles a kijelzőnk, mint mondtam, és ha jól emlékszem 128, de ezt is ugye ki lehet deríteni, ugye beírjuk a 16 tile koordinátát, és most lefuttatjuk, akkor 128 magas. Tehát 232x 128-as a kijelző méretünk, ezt meg kell jegyezni.
Oké, most viszont én ezt a print funkciót egyelőre csak kikommentelem, mert később ezzel fogom tesztelni, hogy működnek-e a függvénybeiktatások. Na tehát, hozzáadunk egy Y-függvényt, ami szintén random matekkal lesz ellátva. Egy és 128 között. És ne felejtjük el azt, hogy ezeknek a végére mindig kell a vesző, különben a program összezavarodik. Akkor kell még nekünk egy azonosító, ami szintén random matekos lesz. De ezúttal csak 1 és 3 között. Ugye ez határozza meg, hogy melyik csillag milyen azonosítóval lesz ellátva, és ez alapján tudjuk majd eldönteni, hogy hogy jelenítjük meg a kijelzőn. Na de... A sinit elkészült, viszont ennek ugye egyszer kell lefutni, mint azt már korábban mondtam is, még valamikor régen, és ezt el kell ugye érnünk, vagyis if init false, then sinit, és átállítja az init függvényt true-ra. End. Tehát egyszer lefut és bekapcsolja az init függvényt, vagyis soha többet nem fog lefutni az init, így nem kezd el random pakolgatni csillagokat, mint a hülye gyerek. Szóval ezt most akkor variáljuk át a printünket, méghozzá úgy, hogy a sinitnek a számát, vagyis a hosszúságát fogja kijelezni, meg pedig, hogy hány bejegyzés van benne. Ez ugye a hashtagre van szükségünk. Nézzük is meg. Trackback stars azt mondja, hogy 21-es. Elfelejtettük az egyenlőségjelet, meg a céljelzés. Ez mindig valahogy kimarad a fejemből, de jól van. Oké, most pedig... Ez most 13-as. Sinit, mi a baj a sinittel? Nem a sinitet kellett volna kijelezni, bocsássatok meg, srácok, a stars függvényt. Na. Úgy néz ki, ez már védjegyem lesz, hogy minden tutoriálba teszek egy hibát, de ezúttal jó, és benne van a 170 bejegyzés is. Jó, igazából néha nem árt, hogyha látjátok azt is, hogy kell debugolni, hogyha valami bénaságot követtek el. Na, viszont én ezt kiegészítem annyival, hogy szöveg lesz az elején, vagyis object. Így, és pont-pont stars, és így jelzi ki, hogy hány objektum van a képernyőn elhelyezve összesen majd. Oké, ez eddig rendben van, viszont most kell a megjelenítés is. Vagyis function draw end. Itt is kell ugye a for loop. Csak itt már a for loopot úgy állítjuk be, hogy a countert 1-esre, és starsnak a bejegyzés hosszúságára. Do, majd lezárjuk egy end-del. Ennyi. És ha jól emlékszem, itt ugye nem sprite alapú, de nem is kör alapú. Itt a legegyszerűbb az, hogyha pix parancs alapú, vagyis kis pixeleket jelenítünk meg, ami pedig úgy fog kinézni, hogy pix, y és color. Tehát stars, akkor c.x, stars, C, mint counter, és Y, nem X mondom, Y, és legyen
Mindjárt megnézem, hogy milyen szín az, ami a legjobb. 12-es a kezdeti szín. Hát 12. És ezeket ugye feltételekhez kell kötnünk, mert itt három színt fogunk megjeleníteni. Vagyis ha a stars pont counter választja ki pont id egyenlő egyessel, abban az esetben lesz a 12-es szín megjelenítve, és ezeket külön if statementekbe, vagyis külön feltételekbe teszem inkább. Abban az esetben lesz megjelenítve 12-es színnel a csillag. Jó, szerintem ezt a draw-t, vagyis draw-t, rajzolót iktassuk be valahová, mondjuk ide CLS alá, szóköz nélkül. Remek, itt látjátok, véletlenszerű pozícióban megjelent az első réteg, és ugyanezt meg kell csinálnunk a többi réteggel is, szóval még két if statement, vagyis feltétel, hogy magyarul fogalmazzak, szükséges. Ami pedig a legjobb, azt hiszem, hogy ha 14-es lesz a következő, majd pedig 15-ös a végső szín. 14, így né. Ez abban az esetben, hogyha az id egyenlő 2-vel, és csináljuk, akkor már meg a végsőt is ne kelljen még azzal is külön szórakozni, tehát ha az id egyenlő 3-mal, akkor 15-ös. És nézzük. Jó. Igazából megvan a parallaxnak a mélysége, most már csak a mozgatást kell megoldanunk, amihez pedig megint kell majd egy külön funkció, ugye? Viszont én itt ezt a sikert... Oh, missing card name. Elfelejtettem menteni. Jó, és akkor most már tökéletesen ment. Jó. Ennyi. Akkor jöhet az új funkció. Funkció, vagyis smove, mint star move, és end. Ezt is lezártam. Jó. Megint for loop jön, megint egy számláló, és ezt szintén a stars bejegyzés hosszúságra állítjuk rá. Majd lezárjuk. Jó. Itt igazából elsőnek csak egy szabályt kell megadnunk, vagyis ez úgy fog kinézni, hogy stars counter pont y, tehát lefelé mozgatunk, egyenlő Ctrl-C, nem, ide gyere, plusz, mivel ez az első réteg, szerintem ez legyen kettes. Tehát kettes sebességgel fogjuk mozgatni. Ja, igen, ezt is külön be kell programozni, ezt elfelejtettem mondani. Tehát abban az esetben, amikor if stars counter pont id egyessel egyenlő, abban az esetben a csillagjainkat ugye kettővel mozgatjuk. És ezt mindjárt megcsinálom a többivel is. Csak először az smove-ot beiktatom a helyére. És ide szépen. Így van. Na, ebből most, mint láttátok, annyi hiba van,
hogy azt meg kell szabni neki, hogy azért nem mehet el a végtelenségig, tehát ha a 128-nál magasabb az y koordináta, akkor vissza kell, hogy forduljon, vagyis még egy if statement, tehát ó, már megint. Szóval megszabjuk neki a feltételben, hogy abban az esetben, hogyha a stars.y nem egyenlő, hanem nagyobb 128-nál. Abban az esetben stars.y-t szépen vissza kell állítani. Nem, ez csak egyenlő, vissza kell állítani nullára. Oké, ha ez most hibátlan, akkor folyamatosan megy az első rétegünk, ugye, mint az látszik, de ez nekünk nem elég, a másik két rétegnek is mozognia kell, mert itt csak ellustulnak, mondjuk úgy. Viszont menet közben nem árt néha menteni, szóval megint mentek egyet. Oké, akkor csináljuk meg a másik két réteget is, és én ezt már tudom is, hogy mennyire fogom beállítani, hogy létrejöjjön a parallax effektus. Tehát id egyenlő 2-vel, akkor plusz 1,5. Aztán id 3-mal, abban az esetben csak 1-el mozog, és az a leglassabb, ugye? Na most, ha ez hibátlan, akkor tessék! Kész is van a parallax effektus, vagyis az objektumorientált csillagrendszerünk, vagy inkább csillagmezőnk. Oké, én ezt most gyorsan el is mentem, hogy a számotokra ki tudjam tenni a kódot a leírásba, arra az esetre, hogyha ti ezt megpróbálnátok leprogramozni. Szóval, 3 rétegnyi random elhelyezett csillagunk van, objektumorientáltan, amit különböző sebességgel mozgatunk, és különböző színnel jelenítünk meg. Azt hiszem, igen, ez a megjelenítés, és a színek is be vannak programozva, valamint ugyanígy be van programozva a mozgatás, és nem mennek ki a csillagjaink képernyőről, vagyis amint valamelyik eléri a 128-at, vagyis nem eléri, inkább túllépi, abban az esetben visszakerül nullára, tehát ezt még egyszer megmutatom. Nincs vége a csillagozódásnak, szépen öntről lefelé mennek, és ha elég ideig nézitek, akkor tényleg létrejön az a 3D-snek tetsző effektus, úgyhogy ez viszonylag egyszerűen leprogramozható, és mint mondtam, shmup játékokhoz tökéletesen felhasználható, de egyébként bármilyen űrben játszódó űrhajós játékhoz tökéletes. Na, én viszont akkor most kilépnék, és ezzel a képpel búcsúzom tőletek. Remélem segítettem, ha igen, tudjátok a dolgotok, ha pedig bármi kérdés van, a leírásban fel lehet azt tenni. A következő videóig pedig legyetek jók, addig is, sziasztok!